Üdvözlöm, a Kultúrszoba nézői, Gyimóth Éva vagyok. Egyre nagyobb hatással van a digitális kultúra előretörése gyermekeink korai fejlődésére. Milyen problémákat, illetve zavarokat okozhat egy-egy eszköz túlzott használata? Mit tegyünk, illetve ne tegyünk, hogy elkerüljük az esetleges negatív következményeket? Filmünk ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ. Az emberi agy több mint 2 millió évig a gyűjtögető, vadászó, nomád életmódra készült. Csak néhány ezer éve fejlődött ki a módszeres gondolkodás, amely által kitartóan képes az ember egy távolabbi cél érdekében hosszan, akár monoton munkával is feladatot végezni. A mai iskola csak a 20. századra vált általánossá, majd kötelezővé. 5 évesen és egyébként 3 évesen is van egy kötelező logopédiai szűrés, és ezen a logopédiai szűrésen a kicsiknél a nyelvi fejlettséget nézzük, a nyelvi fejlettség szintjét nézzük a 3 éveseknél, az 5 éveseknél pedig elsősorban az artikulációs hibákat és a nyelvi készültséget, hogy majd az iskolában az írás-olvasással esetleg ne legyen problémájuk, tehát egy ilyen erre irányuló szűrés van kötelező jelleggel 5 évesen, és úgy kerülnek be ezek a gyerekek terápiába ez a szűrés által, hogyha ott hibát mutatnak, vagy valamilyen hiányosságot, akkor van egy ilyen logopédiai fejlesztő felzárkóztatás. Nem véletlenül ebben a korban, hiszen iskola előtt célunk az, hogy mire iskolába megy a gyerek, addigra ne legyen artikulációs problémája, vagy nyelvi, vagy a beszéd területén bármilyen problémája. De egyébként, hogyha fennmarad még iskoláskorban, akkor is első-második osztályban még jelen vagyunk az általános iskolákban is. A 21. századra felgyorsult technikai fejlődéshez azonban hatalmas társadalomkulturális fejlődés is társult, amely akarva-akaratlan már a nem várt mellékhatásokkal jár. A diszlexia, a diszgráfia, a diszpraxia, a diszkalkúlia, hiperaktivitás és autizmus spektrum zavarok egyre növekvő terjedése jelzi a problémát. Nyilván számít a körülmény, ahol a gyerek él, ahonnan a környezete, ahonnan érkezik. Számít a mai digitális világunk, számít a rohanó világunk, nincs annyira idő. Számít az, hogy nem élnek együtt gyakran generációk, hogy a nagymama vigyáz a gyerekre, hanem tehát, hogy a szülővel ritkábban találkozik. Csak hogy minél fiatalabb egy gyerek, annál kevesebb képernyőidő fér bele. Ugyanis, ha túl sok időt tölt egy kisgyermek tablet vagy okostelefon képernyője előtt, az számos problémához vezethet. A mai tapasztalat alapján már egészen pici korban nagyon sok digitális eszközzel találkoznak a gyerekek, és szülőcsoportokban, meg mindenféle fórumon a pedagógiai vonallal egyfolytában azt hangsúlyozzuk, hogy ennek a szerepe mennyire fontos, hogy az élő beszéd és ne a digitális beszéd kerüljön kapcsolatba többet a gyerekkel, hogy hallgasson mesét, hogy verseljenek otthon, hogy mondókázzanak otthon. És ez a rohanó világ, meg az anyagi asság felé forduló világ, nyilván a szülők hamar mennek dolgozni, kevesebbet tudnak a gyerekkel otthon maradni esetleg, amikor pont szükség lenne a beszédfejlődés megindulásánál, hogyha nagyon korai gyerekkorra nézünk, és később is egyre kevesebb idő marad arra, hogy leüljenek együtt, meséljenek, verseljenek, mondókázzanak, ami nagyon fontos a beszédfejlődéshez. A gyerekek idegrendszere még kialakulóban van, ezért minél fiatalabban, minél több időt tölt digitális térben, annál hamarabb idomul ehhez a figyelmi kapacitás. A képernyő túloldalán ritkán kell pár pillanatnál többet várakozni, emiatt a koncentrációjuk és a türelmük rendkívül alacsony tartományra áll be. Ez az egyik oka annak, hogy a gyerekeket évről évre egyre nagyobb arányban diagnosztizálják hiperaktivitással. És feltétlenül, hogy élő beszédet halljon, hogy egy az, hogy lássa élő beszéd közben az artikulációt, mert egy tévé, egy monitor nem ad vissza artikulációs mintát a gyereknek, ami ugye nagyon fontos a beszéd elsajátításába. A másik meg, hogy a közvetlen kapcsolat a szülővel, tehát hogy meglegyen a közvetlen kapcsolat, a közvetlen beszéd kapcsolat. És ez a szókincs fejlődésre, a beszéd fejlődésre, az artikuláció helyességére ez nagyon kihat. És hogyha együttműködő a szülő, akkor erre odafigyel, és ez látszik itt a terápiában is, hogy a gyerek mennyire
tehát hogy milyen környezetből jön. A képernyő előtt töltött idő magányos tevékenység. A szókincs, a kommunikációs készségek annál lassabban fejlődnek, minél több időt tölt a gyerek képernyő előtt. Mindemellett az érzések felismerése, megértése is elmarad. Valóban jobban jellemző a munkanélküliség is. Járok olyan településekre, Pörbőj, Alsónyék, ahol nagyon sok olyan szülő van, aki nem dolgozik, mert nincs munkája, vagy az egyik szülő nem dolgozik, és ő nyilván több időt tud fordítani ilyen szempontból, mint amiről most beszélünk, vagy hogyha a nagymamával együtt élnek, mert olyanok a körülmények, hogy nem költöztek külön, tehát ez még ma is előfordul, falun inkább jobban, és akkor ott jobban kapja a több generációs mintát. Mert azt gondolom, hogy régen ez teljesen természetes volt, hogy ölbeveszi a gyerekét, hogy ringatja, hogy ez egy teljesen nem kellett motiválni erre senkit, és ma pedig én vezettem megkésett beszédfejlődéses beszédindításos csoportot, ahol a szülőnek mintát kellett adni arra, hogy arra is, hogy fogja meg, hogy vegye ölbe, és ez elképesztő, hogy ezt is tanítani kell ma már. És ez mind azért van, mert felgyorsult világ, mindenki rohan, és nincs idő arra, ami nagyon fontos lenne. A digitális világ személyre szabhatósága okán a mi egónkat szolgálja ki. Ezért is szeretjük annyira. Azt csinálunk, amit csak akarunk, és a dolgok úgy történnek, ahogy mi akarjuk. A gyerekeknek, akik ehhez szoktak hozzá, jó eséllyel azt ismerik majd normálisnak. Már az óvodában gondot okozhat, ha osztozkodni kell valamelyik játékon, ha együtt kellene játszani egy másik gyerekkel, aki nyilván nem pont ugyanazt szeretné, amit ő. Hasonlóképpen, ha a dolgok nem úgy történnek, ahogy ők akarják, hatalmas dürohamokkal reagálhatnak. Az együttműködési hajlandóság hiánya a társas kapcsolatoknak se tesz jót, hiszen ha nem lehet együtt játszani egy gyerekkel, az beilleszkedés és barátkozás problémákba ütközhet. Ezek után képzeljük el, mi történik majd, ha ezt a gyereket megpróbáljuk beültetni egy olyan rendszerbe, ahol 45 percig kellene koncentrálnia valamire, ami nem róla szól, ahol nem az van, amit ő akar. A farsang szó hallatán a jelmezek, mulatság és a fánk jut eszünkbe. De vajon hogyan alakult ki a maszkabál hagyománya és milyen babonák kötődnek még az eseményhez? Többek között ezekre a kérdésekre kaptunk választ a Szekszárdi Vosinczky-Mor megyei múzeum néprajzkutatójától. Többen nem csak jelmezzel, de műsorral is készülnek a farsangra. Ezek a felvételek tavaly készültek a Döbrökközi jelmezbálon. Idén azonban nem lesz lehetőség ilyen nagyszabású mulatságot rendezni, pedig a néphiedelem szerint a január 6-ától húshagyókeddig tartó időszak a vidámság, a dőzsülés és a felszabadultság ideje. Ez idén február 16-áig tart. De nézzünk kicsit messzebb. Vajon mióta ünneplik ezt az eseményt? Farsang idejét nézzük, az első írásos források, azok Németországban, Bajorországból maradtak fent, 14.-13. századból. Magyarországon az írásos források a 15. században említik, tehát itt főként Mátyás udvarából ismerjük a leírásokat. Mátyásnak, akinek az egyik felesége Beatrix olasz származású volt, ezért az olasz kulturális kapcsolatok is megélénkültek, és ennek hatására az olasz karnevál, tehát egy bizonyos fajta középkori vagy egy közép-kelet-európai jellege elkezdődött, meghonosodott Magyarországon is. A nemesek, illetve a királyi udvar körében ez az olasz jelleg terjedt el először, míg a városi és paraszti rétegek körében a 16. századtól főként a német-osztrák hatásra terjed el igazából a farsang. Maszkákat, tehát maskarákat vettek, másoknak öltöztek, és mindeközben színes csoportokban különböző játékokat, tehát ilyen paródia jellegű alakoskodó játékokat adtak elő. Ezek a maszkos alakoskodók rengeteg, tehát a repertoárjukban 4-5 olyan dramatikus színjáték volt, amit a farsangi időszakban szeretettel adtak elő. Ilyen volt az áltemetés, az áll esküvőt adtak elő, általában fiatal férfiak öltöztek be ennek,
Az állesküvő alatt nyilvánvalóan rongyos ruhákba, régi elhasznált ruhákba öltöztek, korommal liszttel kenték be az arcukat, a körülöttük állókat. Tulajdonképpen a néző közönséget is ugyanúgy, mint a régi karneválok alatt bevonták ebbe a szerepjátékba, de mindig a lényege, itt nem a szomorúság, hanem a vidámság, mindig egy paródiát adtak elő. Ezek a szokások a 19.-20. századig fennmaradtak. Nagy szerepe volt ezekben a játékokban a testiségnek is. Karnevál, tehát a carne szó, az a húst jelenti. Ez igazából az emberi testiségnek és a húsát, tehát az emberi húst is jelenti. Ez előrevetíti, hogy valójában a szexualitásnak a jelképei, szimbolikája ugyanúgy nagyon-nagyon erőteljesen megjelenik a karnevál alatt. Ez mind összefüggött azzal, hogy ezek a társadalmi normák valamilyen szinten felszakadtak, hogy esküvőket tartottak. Például a maszkos alakoskodó gólya alak, az kifejezetten a fiatal lányokat kereste meg, azokat csipkette, tehát vagy olyanokat, akikről tudták, hogy szeretőt tartanak, vagy tudták, hogy megházasodott és gyermekáldást kívántak nekik. Tehát mindenképp egyfajta ilyen szexualitás megtalálható ezekben a játékokban. Ilyen volt például a halottaknak, az álhalottaknak, kifejezetten szerették a fallosszát egy kukoricával, vagy répával, vagy valamivel helyettesíteni, és akkor a körbeálló sírató tömeg azt fogdosta, ilyen volt az állakasztásnak a története, ahol szintén ilyen erőteljes szexuális töltetűek voltak ezek a játékok, illetve ezek a párbeszédek. Tehát megjelenik benne ez is, és ez mind-mind visszafejtve ezeknek a történetét, tényleg oda vezethető vissza, hogy ezek a társadalmi normák, ezt egy kicsit szakszóval úgy lehet nevezni, hogy a szent és a profánnak a határa elmosódott, és bizonyos határig ezek a vétkek, ezek a közösségi normák áthágása megbocsáthatónak volt tekinthető. Fuchs Márta elmondta, hogy ebben az időszakban tartották általában a lakodalmakat és a nagy disznóvágásokat is. Az év ezen szakaszában az emberek is jobban ráértek. Ekkor a tavalyi munkák már lezárultak, az évi nagy mezőgazdasági munkák nem kezdődtek el, tehát eleve a mezőgazdasági munkák adnak egy olyan paraszt ünnepet, egy egyszerű keretet ennek az élet, ennek a felszabadult életérzésnek, amit ebben az időszakban ki lehet használni. A másik farsangi kapcsolódás, ugye az ételeknek a kapcsolódása, mivel megindul a bőjt, tehát a 40 napos nagy bőjt húsvét előtt megindul, ezért a farsangi időszakra a nagyon bőséges, húsos, zsíros ételeknek a jelenléte lesz a jellemző. Ide tartozik az egyik nagyon érdekes dramatikus szokás, egy játék, tehát ez egy ilyen pantomim jellegű alakoskodó játéknak az előadása, Cibere Vajda és Koncz királynak az előadása, mint a nevébe is benne van, a koncz az a húst, a zsíros ételt, a cibere az a szegény ételt jelenti. Általában a farsang elején Koncz király győz, a farsang vége fele hús vagyok kedden előadva, pedig már a cibere leves, tehát a bőti ételek fognak diadalmaskodni. Éppen ezért ezek a farsangi étkek tulajdonképpen az egész évre szóló bőséget próbálják meg megteremteni egyfajta mágikus jelleggel. A termésnek a bőségét, az állatoknak a termékenységét próbálják ezzel a bőséggel mind-mind előidézni. Éppen ezért a farsangi báloknak az étkei, kifejezetten a disznóvágási torosételek, töltött káposzta, középkorban a különböző kássákat ebben az időben bőséges zsírral főzték meg, hússal tálalták. Ugyancsak gyakori volt a sütött tésztáknak, tehát a zsírban sütött tészták, gazdag tészták elterjedése. Ugye nagyon mindenki ismeri a csörögefánkot, amit például a Dunaföldváron siskának neveznek, a szalagosfánknak az elterjedését. A német nemzetiségiek például perecet sütöttek farsangkor. Az ünnepkörhöz több babona is kapcsolódik, a termésnek és az állatok szaporodásának kérésére különböző népi praktikákat vetettek be. Ilyen lehetett például, hogy az már magán az utcán felvonulás alatt magasra ugrottak, a farsangi bálba magasra ugrottak, hogy magasra nőjön a kender. A farsangi jó kívánságokat kívánók lába alá kukoricát szórtak, ezt adták a tyúkoknak, hogy sokat toljanak. Hasonló volt, hogy reggelente a lemorzsolt kukoricát, farsang húshagyókeddel lemorzsolt kukoricát, a vető kukoricának használták, hogy bőséges legyen, vagy ezt adták az állatoknak.
ugyancsak például vannak helyek, ahol az első fánkokat a tyúkoknak adják megint csak a jó tojásnak az érdekében. Tehát ezek mind megint csak a termékenységet, illetve a bőséget próbálták, vagy voltak hivatottak elősegíteni. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy erre az egy-két napra a kötött társadalmi szabályok alól mentesültek egy kissé az emberek, tehát azt lehet mondani, hogy a profán világnak a keretei megnyíltak, és mindenfajta téridő keret, társadalmi normák egy kissé fellazultak, tehát az a fajta ördögtől való mulatság, ahogy a középkori források, meg a katolikus református források nevezik, ez az ördögtől való mulatság tulajdonképpen egy kicsit egy ilyen elszabadult, gőzkieresztő lehetőségeket is meghagyott az emberek számára. A farsang utolsó fontos momentuma a téltemetés volt, ami hagyomány szerint a megújulást hozta magával. Általában valamilyen elképzelt jelképes babát, szalmabábút neveznek ki a különböző népcsoportok, és ezzel valójában a felgyülemlet, a falu felgyülemlet bűneit, a télnek a gonosz ártó szellemeit, ezt mind vagy a folyóba dobják, a folyóparton elégetik, tehát ez változatos ennek a konkrét megvalósulási rituáléja, de egyébként a jelentés tartalma mindazt jelentette, hogy elkezdődik a mezőgazdasági munkáknak az ideje, tehát megújul magával a természet is a télnek az eltemetésével. És ebben benne van az embernek is a teljes megújulása, tehát a régi vétkeinknek a levetése, megtisztulása, és egy új életnek, mind a természetben, mind az ember számára való elindulása. Szexádot a magyar jazz egyik vidéki fellegvárának tartják. Ebben különösen nagy szerepet játszott az a formáció, mely a Babits Művház együtteseként működött a ház megnyitását követő évektől. A zenekar az évek során többször átalakult, kezdetben trióban, később kvartettben muzsikáltak, sok esetben vendégelőadókkal kiegészülve. Határon innen és túl sikereket arattak. Az alapítók már nincsenek közöttünk, de zenei hagyatékuk máig él. Következzen a szexádi jazz kvartett története. Alig volt két esztendős a Babits Művelődési Ház, amikor két orvos és egy építész úgy döntött, zenekart alapítanak és jazzt fognak játszani. Ekkor még nem tudták, történelmet írnak, hiszen útnak indítanak egy folyamatot, melynek állomásait olyan zenekarok jellemzik, mint a V-Section, a Szexárdi Jazz Quartet vagy a Big Band, melynek a kialakult jazz élet ágyazott meg a működésre. A Radnai Tibor, Kelemen Endre és Lőrinci Gyula alkotta a zenekart, bár önmagukat amatőrnek tartották, hamar hazai és nemzetközi sikereket értek el. 1982-ig zenéltek ebben a formában. Ekkor érkezett Szexádra egy újabb orvos, Hullin István, akinek jelentős zenei előélete is volt. Mikor a Pista ide került, akkor itt Szexádon volt egy olyan formáció, egy B-section, B-szekció, és hát abban a formációban akkor a Környei Miki, a Szili Lajos, a Béres Ancsi, a Nagy Dénes, aki akkor itt tanított a zeneiskolában gitárt, és jó magam játszottunk, és hozzánk csatlakozott a Pista. Tehát az első zenekar ez a bizonyos B-section volt a Hullin Pistának. Körülbelül fél évig tartott ez, amíg együtt játszottunk. Akkor csatlakozott a Kelemen Bandiékhoz, és létrejött a Szexádi Jazz Quartet. Akkor a B-section váltott, és akkor valóban jazzrockot játszottunk. Akkor az Imre Józsi zongorázott, a Környei Miklós gitározott, a Béres Ancsi basszusgitározott, és jó magam doboltam. Akkor volt az a bizonyos jazzrockos időszakunk. No, tehát visszatérve a Jazz Quartetre, a Kelemen Bandi, aki ugye korábban zongorázott, ő, ahogy szintén tőle tudom, mindig nagy vágya volt, hogy vibrafonozhasson, nagy szerelme volt a hangszer, és
lehetőség nyílt arra, hogy jött egy kiváló zongorista, ő szerényen mindig elmondta azt, hogy hát a Pista sokkal jobb zongorista volt nálam, így aztán természetesen adódott a dolog, hogy itt a lehetőség, és akkor ő átválhat vibrafonra, és így alakult meg a Szexárd Jazz Quartet vibrafon, zongora, bőkű, dob összeállításban. A Pista nyilván technikailag nagyobb tudással rendelkezett, más habitusú ember volt a játéka is. A bandinak viszont volt egy rendkívül egyéni, valami teljesen senkihez nem hasonlítható stílusa, ahogy játszott, sokkal kevesebb hanggal, sokkal kevesebb technikai tudással, mégis nagyon érdekesen tudott játszani, és ugye sokszor beszélünk minden művészetre igaz ez arról, hogy az nagyon fontos, hogy valaki, ha valamit csinál, akkor azt próbáljon egyéni lenni, tehát olyan, amit még más korábban nem csinált, tehát csak rá jellemző, tehát valami ilyesmit próbáljon kitalálni. Hát a bandinak ez most, én nem tudom, hogy ő erre készült-e, vagy tanult-e, vagy ez úgy benne volt a vénában, és ez csak úgy jött, de a bandi olyan volt, hogy leült a zongorához, akkor, ahogy szoktuk mondani, három akkord is tudtuk, hogy azt a kellemben bandi ütött el, mert úgy senki nem játszotta, hogy ő. Tehát így volt más zongorista bandi, és egyébként a vibrafon játékán is meglátszott ez, hogy az a nagyon-nagyon érdekes, teljesen sajátos dallamvilág és harmóniavilág, amit ő csinált, az hál' Istennek, mert a Jazz Quartet ebből kamatoztatott. Ez kijött a játékában, a kompozícióban, ugye, mert természetesen amikor a Jazz Quartet létrejött, tehát az a bizonyos négyes, a Kelemen Bandi, a Hulin Pista, a Lőrinc Gyusz és a Radnai Tibi, akkor ők először csak saját szerzeményeket játszottak. Ezt is elmondták nekem, hogy miért. Nagyon fontosnak tartották, hogy ne legyen összehasonlítási alap, ha standardeket játszunk, mondta a bandi, azt mondja, a világ legnagyobb sztárjai eljátszották, és azok úgy játszották el, ahogy mi úgyse tudjuk. Tehát annál mi csak rosszabbak lehetünk, ha saját zenét csinálunk, akkor az olyan, ahogy mi akarjuk, az a bizonyos egyéni íz, stílus, az benne volt. Ehhez még társult a vibrafonnak a sajátos hangzása, egy nagyon kellemes, nagyon hallgatható maga a hangszer. Tehát kialakult egy ilyen játékmód, egy ilyen stílus, és ezt saját kompozíciókkal csinálták meg. Az együttest elismeréssel fogadta a szakma, fesztiválok, zenei felvételek, élő rádió közvetítés és sorra megjelenő lemezek jöttek egymás után. 1988-ban elhult a zenekar dobosa, Radnai Tibor, helyére riportalanyunk Soponyai József ült a zenekarba. 89-ben Gyuszi jött, éppen csöngettek már, jön a Gyuszi, és bejön, hát kérdeztem, mi is el, hogy beszélgettünk, és ezt csak fölteszi a kérdést, hogy lenne kedved a Jazz Quartetbe játszani. Hát ez akkor a dolog volt, hát akkor is, meg azóta is természetesen, de akkor ez olyan, hát melbevágó dolog volt, hogy hát mi az, hogy lenne, hát megfelelek én oda? Először is az volt a kérdésem, hogy és akkor megbeszéltük, hogy hát persze, ők számítanak rám, és ismerem-e a lemezüket, hát természetesen ismertem, hiszen, ahogy mondtam, nagyon tetszett akkor is, és hát a számokat is sokat hallgattam. És megbeszéltük, hogy eljövök egy próbára, és akkor nézek meg egy számot, és akkor majd megpróbáljuk együtt játszani. Hát én nagy lelkesedésem az összes számot megnéztem, és leírtam, és akkor mentem a próbára, akkor kérdezték, hogy melyiket tudom, mondtam, én mindent megnéztem, csak úgy néztek rám, hogy hitetlenkedve, hogy mindegyik, hát valójában ismertem is őket, tehát nem volt nagyon nehéz. Na, a lényeg az, hogy akkor befogadtak, bekerültem az együttesbe. 1995-ben elhunyt Lőrinci Gyula, helyére Bédes János ült be a basszusgitárral. De először nyilván furcsa volt a fülnek a hangzása. Azért a bőgőnek van egy sajátos hangzása, ami a Jancsi bármennyire is próbált, hogy is mondjam, bőgősen játszani, aztán később a basszusgitárja is bun nélkülévé vált, ami egy nehezebb játékmódot jelent, hogy meg kell találni a hangokat, de hasonlított jobban a bőgőre, tehát az íz egy kicsit közelebb került, így aztán egy idő után már nem hiányzott, tehát úgy az egyrészt nyilván meg is szoktuk, másrészt pedig a játékmódja úgy bőgőssé vált, hogy úgy belesimult az együttes zenéjébe.
2015-ben kelemelendve távozott az élők sorából, de szellemisége szerzeményein keresztül máig jelen van a szekszárdi jazz kvartett életében. Visszatérve a Bandi gondolatára, hogy hát azt a standardet a sztárok eljátszották, és mi azt úgysem tudjuk, a Bandit azzal tudtam meggyőzni, hogy Bandi most már van egy olyan saját stílusa az együttesnek, hogy ha mi bármihez hozzányúlunk, bármilyen standardhez, az úgyis jazz kvartettesen fog megszólalni. Tehát egyébként meg, ha a lemezt meghallgatjuk, akkor, vagy meghallgatja valaki, akkor hallható, hogy a jazz kvartett saját stílusa rajta van, de természetesen Bandi ezzel nem elégedett meg, meg a Pista sem, és hát hál' Istennek akkor már a Jancsi és én is aktívan közreműködtünk a zeneszerzésben, és sokat tudtunk a számokon formálni. Hát a számokat úgy írták át, és úgy írtuk át, hogyha valaki meghallgatja, abban mindig van valami új. A 90-es évek második felében volt ez, amikor a megjelent lemezünket azt a Magyar Rádió Márvány termében bemutathattuk, koncerten a rádió felvette, és azt később adásba leadta, sőt, 1999-ben volt, ha jól emlékszem, volt a Magyar Rádiónak, a Bartók Rádiónak egy sorozata, klasszikus és jazz, és nekünk akkor jelent meg a Classic Line című lemezünk, és azt a Magyar Rádióban, a Bartók Rádióban, a stúdióban élő koncerten, tehát a rádió élőben közvetítette, nem volt kis tét, ott játszhattunk, és szerintem fantasztikus, jó sikerült koncert volt. Gyorsan történtek a dolgok, mert 2015-ben halt meg a Bandi, aztán elment a Jancsi, és 18-ban a Pista. Hát igen, nehéz időszak volt. Ha az előbb említettem, hogy volt a Jazz Quartetnek egy csodálatos korszaka, akkor sajnos ez az időszak volt az, amikor hát ez a lehető, amikor sajnos megindult lefele a dolog. Soponyai József a mai napig eleget tesz annak az ígéretének, melyet Huli Istvánnak tett. Újra szervezte és átalakította a zenekart, mely hangszereiben már nem is hasonlít az eredetihez, ugyanakkor átkomponálták azokat a klasszikus számokat, melyeket Huli István vagy Kelemen Endre írt. Így fennmaradt az alapítók emlékezete úgy, hogy közben újraillett és modernizálódott a zene a jazz kedvelők nagy örömére. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!